és nagyon örülök, hogy ilyen sokan érdeklődnek, és egyben köszönöm Balázs Jánost, akitől ez a műfaj sem idegen, mint annyi más sem. Tulajdonképpen kicsit féltem, meg úgy őszintén, hogy nem is leszünk majd tele, mert talán nem is lesz akkora érdeklődés, mert egy hajdani műfajt szeretnék felújítani, megújítani, vagy talán azt mondjuk, hogy hajdani atmoszférát, egy budapesti atmoszférát, ami hozzá minket ős budapestihez rendkívül közel áll, de az ember nem biztos benne, hogy más is így van bele, de úgy veszem észre, hogy más is így van bele. És azt szeretnénk ma, tehát nem csak a nosztalgiáról szól ez az egész dolog, nem csak arról, hogy menjünk át valamit az utókornak, hanem hogy mutassuk meg ennek az értékeit, és hogyha sikerül ez a liget bár, akkor állandósítsuk, és legyenek majd ilyen estek a jövőben is. Ugye ennek az egész estnek az apropója, Cifra György születésnek a 100. évfordulója, ugye ennek a programsorozatnak, hogy már nem is tudom, talán 100 műsorotok volt, de lehet, hogy halál becsülök, mindjárt átadom a szót. Letetőzzük a dolgokat. Lényeg az, hogy ugye János ennek a Spiritus rektora, és aztán majd még ehhez néhány régebbi emléket is föl fogok idézni, amikor már egy kicsit emelkedettem a hangulat itt a teremben. És hát mi boldogan adtunk otthont a Cifra Fesztivál, vagy a Cifra Év eseményének, sőt, hát tulajdonképpen mi is kerestük meg Jánosékat, ugyanis egy pár hónappal korábban, és milyen érdekes a sors, ugye szinte véletlenül, keresett meg engem Nyári Gyula, aki ma zongorázni is fog, azzal, hogy megalapított a Magyar Bárzongoristák Egyesületét, és annak ő az elnöke. És valahogy a kettő, ez nekem olyan jól összejött, hogy Magyar Bárzongoristák, Cifra György, Cifra, aki az életének egy részét, még hozzá jelentős részét, hogy Báromban, Budapesti Báromban töltötte. Cifra Év, itt van az én aranyos, drága, ifjú, már nem is annyira ifjú, de annál zseniálisabb barátom János. Úgyhogy minden összejött, és Jáncsikám, most átadom neked a szót. Köszönöm szépen, igazgató úr, kérdés, hogy én is már nagy pillanat, mert először állok a Magyar Zeneháza színpadán. És nem zongorázol. Mi? Nem csak zongorázom, vagy a fele tudja, mi lesz még itt, de minden esetben jó dolog itt lenni. Ez egy csodálatos dolog, amit létrehoztatok. András, köszönjük szépen mindenünk nevében. A Zeneakadémia után egy újabb intézmény szökken, azt hiszem, a magasba. És hát egy ilyen nagyon sokat köszönhetünk, azt hiszem, mindannyi a zenészek is, és a társadalom nevében is köszönjük azt a óriási munkát, amit ebben a házba beletettetek, mert itt a magyar zene minden aspektusában megmutatkozik, jelen van, felfedezhető, és köszönjük szépen, hogy a Cifra György emlékév részeként is itt lehetünk, ugye. Tehát az emlékév az valóban rendkívül sok programot ígért, és valósított is meg. Ugye ez tavaly kezdődött, februárban, és idén májusig tart, több mint 100 program, gondol, Róma, Párizs, meg annyi külföldi helyszín, és hát természetesen Magyarország, és annak is illusztris helyei. Ezért vagyunk ma itt, és valóban ugye Cifra György nevét, örökségét, művészetét nem lehet elégszer éltetni, nem lehet elégszer emlékezni rá. Köszönet és hálózat a támogatóinkat, a miniszterelnökséget, a Becsen Gábor alapot, a Magyar Villamos műveket, akik által létrejöhetett ez a sok-sok esemény. De most már akkor egy kicsit kanyarodjunk el a bár korszakhoz, meg a liget bár, ugye. Hát Cifra György is kényszerült bárokban játszani. És én rögtön igazgatom alatt esetleg leülni, invitálnám, mert felolvasnak pár részletet, és talán azért tudsz játszani is, de majd talán mi azt is, ugye? Mert még látod, hogy egy rövid részletet megosztanék önökkel. Biztosan sokan ismerjük az Ágyúk és Virágok című életrajzi könyvet. Ugye a bárzongorázás az egy csodálatos műfaj, mert az emberek érzelmeivel kell játszani. Ez természetesen a színpadon is így van a klasszikus zenei aspektusban, de a bárokban azt hiszem még inkább, hiszen azt hiszem, ha valaki elmegy egy bárba, akkor biztosan érzelmet szeretne kapni, adni, átélni, megélni, elfeledni. Sokfajta aspektusából beszéltünk erről, de az biztos, hogy oda nem elég pusztán, tökéletesen, jól játszani, oda több kell. Cifra György ezt is, bár nem szerette volna, de ezt is a legfantasztikusabban művelte. Úgyhogy ez lesz az este egyetlen előre megszerkesztett dologa, hogy én felolvasom ezt a részletet, a többi az improvizáció lesz majd ilyen. Tehát részletek Cifra Györgyön, én ezt az a könyvőből. A háború poklából 1946. szeptemberében térhettem vissza. A pesti pályaudvart elhagyva egy kis időt adtam magamnak, mielőtt családomhoz indultam volna.
Egy oszlopnak támaszkodva körbejártatta a káprázó szememet, melyet lenyűgözött a közlekedés állapota, a sokaság élénksége, mint az egész város egy ifító fürdőből kelne fel, kivéve házait, műemlékeit, melyeken erősen látszottak a lövedékek nyomai, bár sebeit nyalogatta Budapest már gyengéden ifta vissza gyermekeit. A járdán mindenütt romahalmazok zárták el az utat, vajon milyen jövő elé nézek hasított belé. Elhatároztam, hogy újra hadiösvényre lépek, elkezdtem megszervezni szakmai visszatérésen, a többé-kevésbé vonzó szakmák útvesztőjében, hogy megkereshessem kenyerünket. A hangversenyt pódium világában semmilyen lehetőséget nem láttam, nem ismertem senkit, aki segíthetett volna, és maga az ország is messze volt attól, hogy önálló és folyamatos zenei élete legyen. Az éjszakai lokálokban próbálkoztam, hála állandó rögtönzéseimnek hírnevem az ínyercek világában gyorsan terjedt, majdnem minden nap eljöttek, hogy valami finomabbas indiánert vagy rumos süteményt tegyenek, a lehető leglassabban ettek, hogy tovább tartson a gyönyörűség, és szívesen fogyasztottak hozzá egy újnyi Mozartot, egy uncia Chopint és egy jó csészényi cifraféle bécsi eskedést, melyet szokásosan minden előkészítés nélkül frissen tálaltam. A cébeli és amatőr zongoristák mind komoly és könnyű zenei oldalról figyelték, mit is csinálok és hogyan, és nem értették, hogy értem el azt az eredményt, amelyet nem lehet besorolni semmilyen stílusba, mely a nagy virtuózokat, mint például Buzonit vagy Rachmaninovot jellemezte. Nem bánták a pincérek, akármit is öntöttek karraimba, ott ábrándozhattak zongorám körül, és felsóhajthattak egy Wagner vagy Verdi parafrázis hangzóhatagának erejétől, vagy a dombóz ümmögésétől. Sajnos úgy tűnt, elfelejtették feljegyezni nevemet arra a híres listára, melyen nem szerepelni, egyszerűen a számüzetéssel volt egyenlő. Valószínűtlennek tűnt, hogy az új zeneakadémiai emberek sosem hallottak volna rólam semmit. Megörbítvén gerincemet visszasüllyedtem az éjszaka világában. Ezek Cifra György szavai, és tudjuk jól, élő, még ma is élő zongoraművészektől, és csak egyet említsek, Vásári Tamás nevét, ugye ezekben a lokálokban, például a kedves Tesszúban. Olyan zongorázást tudott előidézni Cifra György, amit még a szakmabeliek is hittek el. Vásári Tamás azt mondja, hogy ő maga azt mondta, hogy két zongor is lehetszik. Így van. És ez is érdekes, hogy milyen repertoárt játszok, mert az ő repertoárja az nem egyszerűen pesti számokból állt, hanem klasszikus zeneszerzők és azoknak az átirata. És mindig az érzésem, hogy a bázongorázásom az, ami valamit őriz abból a bizonyos Liszt és Chopin-féle szalon, párizsi szalon világból, amikor valóban egészen közel és egészen magas rendű zenét is előadtak. És ebből a szempontból gondoltam, hogy a bécsi finomságokat emlegetten indiánert és egyéb dolgokat, hogy valamit is delikált bécsiséget nyújtani nekünk. Mert szerintem most mindenki arra vár, mert többször próbáltam előlegezni, hogy János menjen oda. Egyébként ahhoz a zongorához, ezen Cifra György nem játszott, de az a márka, és most nyugodtan beszéltünk róla, mert ugye fölveszik, de hát semmi különösen reklám értéke ennek nincs, mert egy Yamaha zongoránk van, egy Yamaha hangverseny zongoránk, és nagyon tetszik mindenkinek, és kíváncsi vagyok, hogy neked tetszik ebben, de most fogsz először játszani. Hallgatsz, hogy ezek szerint játszani. Jó, hát ahogy a Cifra mondja, egy uncia kis Strauss-t szeretnék előadni minden előkészítésünk. Thank you.
milyen? Kicsit több lett, mint egy uncia. Maradhat. És a zongora? Én szeretem a Yamahákat. Igen. Most, sokfajta zongora van a világon. Van ez, ez a mondás, hogy nincs rossz zongora, csak rossz zongorista. Azért ez nem igaz. Igen, részben igaz. De teljesen nem igaz, de kellemes. Úgyhogy átestem a tűztelesztséggel. Először játszom. És reméljük, hogy nem utoljára. Igen, és öreg, említettem, hogy Jánosnak ez a cifra reinkarnációja. Persze nem teljesen igaz a dolog, mert bizonyos értelemben tényleg reinkarnáció a cifrának, bizonyos értelemben pedig az inkarnációja Balázs Jánosnak. Hát ott ez a szép, aki megtartotta a Balázs Jánosságot. És egyébként mindenképpen sokan tudják, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, de csak még viszonylag kis fiú volt, tehát 12-13 év. És voltál közben, meg most, ugye, amikor megismertelek, és már akkor benne volt a cifra művészete iránti elkötelezettség. Ez egyébként honnan jött neked? Hát igen, ez a nagy kérdés. Igen. Nagypapám együtt játszott Cifra Györgyel a bárban. És ilyen érdekes, hogy csak azért nevetlenül pont egy ilyen báresterről beszélünk, ugye az én nagypapám cigány zenekarokban játszott. Cselista volt. De hát ugye ez az éjszakai életben olyan szép lehetetlen ahhoz, hogy ez most nincs. Már csak azért, mert én nem élhettem át, de az elmondások is olyan gyönyörűek. Tehát, hogy ott a zenészek együtt éltek, együtt zenéltek. Amikor véget ért hajnali 4-5 fel, akkor ugye a nagypapám még tudom családtól, hogy mentek fel a lakás, és ott folytották. Tehát ők zenéltek. Ők nem az volt, hogy ez a munka is be kell menni most akkor 8, este 8-tól is. Hajnali 2-ig, nagyon szívből zenétek, és ott játszottuk együtt nagypapámmal a cifrülésével. Kapott lemezeket az édesapám, aki jazz-zongorista lett egyébként. És ezek a lemezek ugye megmaradtak, és én hallottam otthon klasszikus zenét. És klasszikus zenét csak Cifra Györgytől hallottam. És valahogy bármennyire is szeretem, és viszonylag meleg is néha játszani, tisztelve a műfajt jazz-zenét, könyvzenét, de hát azért engem a klasszikus zenéhez a Cifra György hozott, és nem a jazz-zene. Úgyhogy ilyen, milyen érdekes, hogy nagypapámat egyébként én aztán másfél éves volt, amikor elvesztettem, nem, nincs felemlékem, de a legszebb üzenetet ajándékot kaptam tőle, Cifra György örökségét tulajdonképpen a híres magyar rosszolgák lemezéről. És nagyon jól esett a kérdés, András, de beszéljük a fellépőkről. Így van, de most akart a pontvár, és átkötni a maga. Ők a nagyon ügyes módján. Emlékezted ezt, hogy a zenészek ugye máshogy voltak egymással, vagy játszottak, azt már reggeli még iszogattak, meg fölmentek a lakásra. Aztán mondtam be, hogy stb. De ilyen tudjuk képzelni, hogy nyilván nem szárazon csináltak mindezt. De hogy a közönség, akik hallgatták, ezek olyan korok voltak, hát ugye a 20-as évek, 30-as évek, 40-es, 50-es, 60-as, amikor nagyon sok minden összehozta az embereket a zenén keresztül is, tehát bizonyos slágerek felhangzottak, és mindenki tudta annak az üzenetét, annak azt a szállóigét, amit az a sláger jelentett. Tehát, hogy mennyi mindent jelentett, és most térünk rá arra, hogy ma mit jelent, és azoknak a művészeknek, ugye jeles, ugye négy bárokhoz zongoristának nevezhető művészt hívtunk ide, hogy ezeket a művészeknek mit jelent ma a bárzongorázás, és persze várjuk is, hogy játszanak. Mikás István lesz az első, akit szeretettel üdvözlünk, azért támogat fölülássák, hogy meg kell jönni neki. Ezt a megbeszélt jelent. Zongoristának lenni nem minden esetben jó dolog, hiszen ez a műfaj már egyre jobban kihalóban van, és igazság lehet azt mondani, hogy nagyon kevés az a generáció, aki ezt a műfajt képviseli. Épp ezért alakult meg ez az egyesület, hogy valójában ezt az egész műfajt terelgesse és pódiumra vigye. Na most legyünk egyébként, rögtön megcáfolnám, és így jó hírt, hogy tele van a Magyar Zeneháza. Ez az.
mondani, hogy igen. Igen. Én még az utolsó. Utolsó mohikánok között vagy. De és a közönség milyen, hogy kik járnak oda? Csak külföldiek vagy járnak? De régen idős hölgyek üldögéltek ott. Régen, igen. Nem adom nyugdíjasok, vagy a mamát is biztos, hogy látok már. Nem, olyan is már teljesen megváltozott a vendégkör. Természetesen elsősorban lehet azt mondani, hogy a külföldi vendégek, de ugyanakkor nagyon sok magyar törzsvendégek, színészektől kezdve, zenészektől kezdve, tehát nagyon sok oldal, akik igénylik és szeretik a jó párszert. Na csak arról beszélni egy-két szót, hogy mit fogsz játszani most nekünk, mert ugye közben nem tudom, hogy hol fogsz megállni, ha meg fogsz állni, és kicsit még beszélgetni velünk, azt is boldogan bírjuk, de hogyha egyben játszod, az is jó. Mit játszol és miért? Tehát biztos, hogy van valami üzeneted a számunkra. Még én sem tudom, hogy mit játszol. Na, ez a legjobb. Szerintem a legjobb a zongorához, aztán majd valami összejön. Ez a műfaj gyönyörűsége, hölgyek és uraim. Tehát bármit, kis túlzással bármit el tud játszani, és majd mondom, hogy az érzelmek. Hát ami benne van, ami a szívében van, ugye? Hozd meg, köszönjük szépen.
Tehát még kevés választja el a koncertemet a bártól, nem? Vagy a kávéháztól. Erre konkrétan tudok egy Cifra György idézetet. Konkrétan ugye a most a Zen Akadémiával szemben lévő Korhely étterem környékén is játszott. 50 méter a távolság. Körülbelül. Ennyi választja. Most hívjuk az elnök urat, mert mint a Magyar Pászkomunisták Egyesületének az elnökét, Jáni Gyulát. És ő nem egyedül jön majd, hanem egy kiváló bőgős Orbán György, aki pár nappal ezelőtt egy nagyszerű, inkább ilyen népzenei jazz jellegű koncerten játszott. Úgyhogy parancsoljon rá! De elnök vagy, ezért velem ülve fogunk beszélni, csak viszont, hogy azért parancsoljunk a dobos székén. Mert hogy ez egy picit hosszabb lesz, nem nagyon hosszú, de azért egy picit hosszabb vita, mint az előző. Fog egy igazodat, szerintem az nagyon jó. Hát tulajdonképpen... Így jó? Csodás. Történik, abszolút, igen. Persze. Hát, figyelj, igen. A minden csodálatosan működik ebben a házban egyébként, olajozottan. Alig több, mint egy hónapja velünk itt vagyunk, minden tökéletes. Tehát ez sem mindenki mondhatja, ha van a hátok. És szerintem. Tényleg így hoztam. Igen. Nos, ugye történelmi személyiségről velünk szemben, mert ez egy óriási dolog, hogy te ezt megalapítottad a Magyar Pászkomunisták Egyesületét. Hiánypótló. Abszolút hiánypótló, hogy ha rámennek a weboldalára, ugye magyar pászkomunisták. www.pászkomunisták.hu. Elképesztő dolgok vannak, egyébként a régi nagy pászkomunisták, a Vécsei Ernőtől a kezdve, a Szabó Józsefen keresztül, Seres, mindenkinek az életrajza, jó felvétel, nem úgy jó felvétel, fantasztikus felvétel. Tehát ugye van a múlt kezelése, és az archiválása is, és hát a jövő szándéka. Hát meg a jelen. Mert igen, ez nagyon fontos, igen. Hogy van egy ilyen kitartó, elhivatott, fanatikus, nem arra, hogy ezt mondom, kicsit őrült, mert ugye ez azért kell egy jó fajta... Szerintem kicsit mindenki. Hogy ilyen dolgokban higgyünk annak ellenére, hogy esetleg hát megváltozott a világ, de pont azt mondtam az előtt, Mikás, hogy részünknek is, hát tele van a Magyar Zeneháza, azért ez nagyon erő, de most ne is erről beszéljünk, hanem ide a pozitívumról, tehát azt akarom kérdezni, hogy ez az egész egyesület, mik a tervétek, mik a jövőben, jövőre vetett gondolatok? Első évben azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon-nagyon fontos egy visszamegyünk az 1800-as évekre is, és már ott is abban az időszakban is, már Liszt Ferenc is járt kávéházakba, ahol szalonzenét, cigányzenét hallgatott, és nem utolsóra, hát ha valaki ti pontosan tudjátok, a Liszt magyar abszolgiákat ilyen hasonló dallamokra is írta, ugye? És ami nagyon-nagyon fontos, hogy sajnos jelenleg a kihalás korát érje ez a műfaj. Az, hogy most miért, abban talán nem menjünk bele, mert nagyon-nagyon-nagyon sok az összetevője, és egy globális probléma, de egyre kevesebben vannak olyan nagy, magasrangú képviselői, mint például az István ennek a műfajnak. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, úgymond a műfajnak a továbbképzése a következő generáció számára, ugyanis a 40 éves korosztálytól űzi már csak ezt a műfajt. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az Egyesületben van körülbelül egy 70-80 zongorista, és itt a pont vége. És sajnos öregszik a szakma, és nincsenek lehetőségek. Tehát most ha eltekintünk a Covid helyzettől, akkor is egyre kevesebb helyen, vendéglátóegységben alkalmazzák már ezeket a zongoristákat. Igen, vegyük számba, mi kell ahhoz, hogy valaki bázokban is legyen. Ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként ugye nem lett bekonferálva az utolsó viselőkrand gyönyörű szerzeményeket hallottok a Serbőgél sernyőkből, és a végén a Chopin-ból Opus Postumus keringőnek a vége. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki bázokban is legyen? Hát gyakorlatilag kisebb túlzással, de azt tudom mondani, hogy a teljes könyvzenei, komoly zenei repertoár és az aktuális lágereknek a hozzávetőleges, de azért inkább azt mondanám, hogy erős, közepes ismerettsége. Én bevallom önöknek, én voltam bárzongorista,
másfél hónapig apámat helyettesítettem, 18 évesen, és egy olyan élményem volt, ami egészen különleges. Ugye addig én 13 éves korom volt az Zeneakadémián vagyok, és hát egy nagy reménység, meg én is gyakoroltam, és akkor ott előkészítettem, és akkor ott eljátszottam, de ugye készültem rá. Akkor bementem, és ott játszottam, és akkor egyszer csak mondták, hogy a Szépség és a Szörnyetekben játszom már el a Beauty and the Best. Chopin esetleg, nem, Szépség és a Szörnyetek. És akkor rájöttem, hogy ez a szakma azért, és az, hogy apám által, meg a zenész generációk által, én aztán fel tudom idézni, bementek az emberek, és bármit, kisebb túlzással most ezt úgy érted, bármit is el tudták játszani. Tehát óriási előképzettség kell ehhez, csak azt akarom mondani. Tehát ez könnyű zenének nevezünk, és oda megyünk, és csak olyan könnyen megtörténnek ezek a dolgok, miközben óriási munka van mögötte. Igen. Vagy becsatom, hogy közben csak nem tudom nem elmondani, hogy a bázzóórázás és a cigány zene között azért nagyon sok hasonlóság van. Most nem is annyira a zenei hasonlóság, hanem az attitűd. Tehát a megszólaltatás módja, a hallgatóknak a megszólaltatása, ez az óriási repertoár, amit mondasz. Ugye itt van egy nagyon kedves fiatal barátom, amikor az édesapja a Gundelban hosszú évekig, évtizedekig primás volt, ugye Lakatos György, és egyszer voltam egy esküvő, tájébb érzem a Rostandeának valamelyik esküvőjén a... Az operában Gyuri édesapjáig játszottak, és elkezdődött, nem tudom, hogy 6 órakor, és éjjel 2-kor még mindig játszottak úgy, hogy semmit nem ismételtek meg. Tehát én majdnem lefogottam azért, mindig újat és mindig újat. Ez volt az egyik, ami elképesztő. A másik az, hogy bárki elkezdi a terem bármelyik részében bármilyen hangnemben, ott 3 másodperc múlva az egész banda ugyanabban a hangnemben folytatja. Szóval ezek óriási képességek, és ezeknek nem lenne szabad eltűnni. Érdekes történet, az egyik ismert bázomból is, a sajnos már 20 éve nincs közöttünk, többek között miatta tanulta én is meg ezt a szakmát, úgy hívták, hogy Torma Rudolf. Egyszer az egyik vendége leírta, hogy hány számot tud. Olyan 1200 számnál körül kifogyott a tolla. És hát, ahogy talán te is fogalmaztál, vagy fogalmaztatok, hogy azért nem árt egy elég magas szintű zongora is hozzá, ugyanis olyan sok stílus kell képviselni, ami egy valamire való szint felett, ez megoldhatatlan. Legalábbis nem fog megszólalni. Igen, egy óriási keresztet vettél magadba, de azt hiszem hálásak lehetünk neked, hogy ezt viszed magadon, mert tényleg egy olyan műfajról beszélünk, ami mindenkinek a szívéhez közel áll. Tehát nem tudja, aki nem ismeri, az kevesebb, aki megismeri, az több lesz tőle. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Egy valami biztos, hogy az nem igaz, hogy nincsen rá kereslet, és hogy az emberek korosztálytól függetlenül nem szeretik. Mert a 20 évestől a 80 évesig mindenki igényli, csak egyelőre elég kevés a rendeltetésnek a hely. Hát például a magyar zene áll. Így van. Nekünk például ez egy... Ugyanis nem csak azért való ide, mert magyar, tehát egy magyar műfaj, és azt tudjuk, ahogy Magyarországon csinálják, hanem azért is, mert mi azt mondjuk, hogy vissza szeretnénk állítani a hallgatókkal azt a természetes kapcsolatot, amit sokszor a nagy hangversenyi termekben nem kapnak meg. Mert ott azért ez mégis egy szentély, ahol hát ugye lebonulva hallgat ezer ember egy ezer egyediket, hogy hogyan játssza azt a csodálatos tisztánból szonátát. Ami kell, természetes, ez a kellenek, kell a mise is, ugye? De kell azért a délutáni kávézás. Na de azért ez nem is fogyat. Hát igen. A Liszt idejében, még sok idejében sem. Igen, megalomán koncerten, maximum hasonló létszámú, intim közönség volt, és ugye hát ez az intimitás, ugye? Azt nagyon szeretem azt a bárzongoristákban, hogy valaki beül, legyen az a Zserbó, Gundel, teljesen mindenség. Megérzi nekem milyen hangulatommal, és azt adat kezdi el játszani. Az egyik legfontosabb talán, igen. Tehát szemmel komolyan, hát, szavak nélkül. Megérzi, hogy milyen hangulatom. Gyulasztó, vedd át a hangokkal a szerepet, és majd még úgy is tudunk beszélgetni. És megmondod mindig, hogy mit játszol, jó? Megmondod előbb, ez nagyon jó siker, mint az Istvánnak is, hogy bemondta, hogy mit játszik. Vagy a számotán az is jó. Nem nincs, hogy mindenki, sokan ismernek sok mindent, de hát nem mindenki.
Köszönöm. Én azt gondolom, hogy a lámpalázzal ezzel együtt és minden művészettel együtt jár. Lehet, hogy nem látszik, de van. Csak kell tudni rajta uralkodni, és fel kell használni talán arra, hogy még jobban sikerüljön az előadás. De a lámpaláz az mindig van. Köszönöm. Thank you.
60-as évekből, az a neve, hogy Chips. A magyar fordítás akadémia is régi magyar énekesek is énekelték, az a címe volt egy cigány. Cigány karaván. Magyar hangja Batta András. Általában
láttam, hogy egy órás koncerteket célzunk meg, de szerintem itt annyira megy az idő, pereg az idő, hogy lehet ez több is, ugye? Tehát szóval szívesen rajta. Később szállunk. Igen, az előadó első szólal, főleg akkor, hogy visszaadjuk a székét.
Igen, hogy mondom, szép hogy lehet, hogy ő távol is tudnak. Igen. És akkor most hívjuk, Rigó Ferenc következik, és a dobnál pedig Lakatos Pecek András. Gyertek be, legyetek kedvesek! Megfordíthatnánk a sorrendet, és most először játszom, és lefek utána hallatjuk még. Jó. Jó, jó vagy akarsz mondani valamit? Például azért azt elmondhatnád, hogy te az, hanem a Four Seasons-ba, oda megyek. Hogy most hol játszom, mert korábban a Four Seasons-ba játszottál, ugye? Igen, hát én 7 évig játszottam a Four Seasons Hotelben. Most jelenleg úgymond szabadúszó vagyok, mert több helyszínen is közreműködöm, és aláírtam egy hosszabb szerződést most április Németországban. Úgyhogy... Egyébként hogy van ez? Odakint nagyobb az érdeklődés, vagy semmi könnyebb elhelyezkedni? Én azt veszem észre, hogy talán most ez miatt a világhelyzet miatt ugye mindenki egy picit tart mindentől, de azért még kint mindig azt mondják, tehát az emberek másképp állnak a zenéhez, az élő zenéhez. Na hát. Talán. Tágabbak. Ez lesz ebből kikerekedni, igen. Na most figyelj, most lefoglalkozni, hogy itt van, és mi is borzasztó jól hozzá tudok hozzáállni, és egy nagyon nagy sikered ez. Köszönöm, és bízom benne. Köszönjük szépen. Majd mondd, hogy mit játszol, vagy utána, vagy előtte. Akkor az első számot be is konferálnám. Egy nagyon szép bőrsvéd melódia, When I Love-val készült. Ella Fitzgerald. Na, van egy óriási felvétel ebből.
Szabolcs túl szép, vagy oly szép, amit te mondsz, Máté Péter, te siker. Thank you.
Kávé az érfesztője, igen, ahol egy nem bázogorista és nem himnemű egyed fog fellépni. Mert csak a férfit látunk ma este, legalábbis reméljük. Annyit tudok hozzátenni, hogy az előbb egy pálkos aranyom pál volt, hát nem is arany, de szőke, mikor lett a következik. És még Lakatos Lászlót is bekonferáljuk ő a zongoránál, továbbra is Orbán György, illetve Lakatos Pece Pangár. Számunkra az öröm, ugye Niki jazz diva, tényleg a legnagyobb versenyeket nyerte meg korábban, és hát most a legnagyobb koncerttel meg hívják, a legnagyobb zenészekkel játszik. Nagyon örülünk, hogy ebben a bár világban is tulajdonképpen helyet tudsz foglalni, sőt, bele is tudsz illeszkedni, de azért van neked kapcsolatod a bár zenével? Van bizony, az az igazság, hogy eléggé a pályán kezdetén elkezdtem koncertezni, jóformán a második énekor után, és aztán nagyon hirtelen jöttek a sikerek, és az a helyzet, hogy egy kicsit így úgy éreztem, hogy kell egy kis lélegzetvételi szünet. Azt hiszem, hogy így nehezen dolgoztuk fel a hirtelen jött sikert a zenekarral, és ebben az időszakomban, amikor azt éreztem, hogy szünetre van szükségem, így az elején, akkor másfél év Lökkessenpalotában énekeltem a Four Seasons Hotelben, Nyári Károllyal. Úgyhogy el voltam kényeztetve akkor is, mert nagyon jól éreztem ott magamat, nagyon örültem annak, hogy énekelhetek hetente négyszer. Na, fantasztikus jó gyakorlás is volt egyben, nagyon sok alázatot tanultam ott, és rengeteg dalt. Mert hogy voltak visszatérő vendégek, és hát ugye ilyenkor az nagyon fontos, hogy akik többször is jönnek, akár egy héten, akkor ők mindig változatos programot halljanak. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tanultam ebből az időszakból. Nagyon jó, hogy mindenki így vélekedik erről a műfajról. Niki, mivel fogsz már kényeztetni minket? Változatos műsorral készültünk, így a végére. Persze, mivel jazz énekes művelők között az improvizációt, azt nem hagyhatunk ki. Úgyhogy Nat King Cole klasszikust indítunk így az elején, aztán a többit már szépen sorban mondom. Ha már itt a ligetben vagyunk, hamarosan szépen a fák zöldellenek, indítsuk rögtön egy számmal, aminek nem is egyszerűsége az a címe, hogy Love. Thank you.
még volt Magyarországnak egy olyan zeneszerzője, aki ugyanolyan világszintű slágereket gyártott, mert hogy gyártotta ezeket a fantasztikus dalokat, mint mondjuk Cole Porter vagy George Gershwin, Fényes Szabosnak hívják, és idén van a születésének a 110. évfordulója, úgyhogy tőle hoztunk rögtön két dalt is, először ezt a bizonyos Holnap, ki tudja, Holnap látsz a még című gyönyörű balladát. Fire.
Fényes Szabolcstól. És hát most képzeljük azt, hogy holnapi napon lát minket a másik fél. És hát bekövetkezik az, ami az egyik legjobb dolog a világon, szeretni bolondulásig. Megint egy új kis dal, a szerelem. Megint egy új kis dal, és megint el. Ez a kis dal volt, ide a pocik alatt. S elcseni végül a csepp maradék nyugodt. Szeretni bolondulásig, de figyelj lenne, csak az a másik észrevenne, s belőle. Tudom, ha egyszer látna le, utána úgy segítene, magasba repülni valahol valakivel. Szeretni bolondulásig, elmondásig, elég a csókból, márciustól,
hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elment az idő. Egy olyan énekesnőtől dalt, aki sajnos nincs már köztünk, de én azt gondolom, hogy napjaink egyik legnagyobb jazz énekesnője volt. Elképesztő nagy tehetség és nagy veszteség, hogy már nincs itt. Pop dal, amivel befutott tulajdonképpen, de hát ugyanúgy a jazz fesztiválon is megállják a helyüket, ezek a dalok, amiket ő énekelt. Amy Winehouse-tól jön a végére a Rehab.